Erdélybe látogatott Márkizaj Péter Magyarországi ellenzéki miniszterelnök jelölt az április harmadikai országgyűlési választások előtt Kolozsváron és Marosvásárhelyen tartott közönségtalálkozót, találkozót, stábunk a kolozsvári eseményen volt jelen. Márkizaj Péter magyarországi ellenzéki miniszterelnök jelölt Erdélybe látogatott, a kolozsvári Planetárium Caféban szervezett közönség találkozón elhangzott, a politikus eredetileg októberben szeretett volna Erdélybe jönni, a koronavírus járvány miatti akkori korlátozások azonban átírták a forgatókönyvet. A beszélgetést most is Gergő az esemény szervezője vezette. Számos témát érintettek, de elsősorban az ellenzék választási programjáról, Márkizaj elveiről és az Erdélyel való kapcsolatáról kapcsolatáról kérdezték, tekintve, hogy a közelmúltban viharos a kapcsolata az erdélyi magyar közösséggel. Érkezése előtt nyílt nevélben közölte, hogy semmilyen nézeteltérés nincs abban, hogy a pluralizmus tartják kívánatosnak és ellenzik az autokráciát. Híradóknak nyilatkozva az erdélyi magyarok számára a következő üzenetet fogalmazta meg. Mi akkor is szeretjük őket, hogyha nem ránk szavaznak. Én azt gondolom, hogy a magyarországi támogatásoknak meg kell maradniuk, hiszen ez a magyar nemzet érdeke, viszont meg kell szabadítani a politikai befolyástól, és a korrupciótól. Ami az általános célkitűzéseket illeti a politikus kifejtette, Magyarország hűséges tagja kíván maradni a NATO-nak és az Európai Uniónak, bevezetik a közös fizetőeszközt, az eurót, csatlakoznak az európai ügyészséghez, illetve azt ígérte, elszámoltatják a törvénytelenségeket, és idézzük, elindul ez az ország végre felfelé. Az elhangzottak a politikus hivatalos Facebook oldalán visszanézhetők.